Sziasztok, Csabi vagyok. Ebben a videóban szeretném nektek bemutatni a Pico Smart Control Light vezérlőnek a használatát. Elsőként kezdjük a mozdony felprogramozásával. Itt arra van szükség először is, hogy a programozó módba tegyétek a hozzákapott kábelt. Én, mint látjátok a videón, megoldottam egy külön kábellel a játszószálat is, hogy ne kelljen mindig kicsavarozni, mert ugye ennek sajnos csavaros a rögzítése. Amikor összerakjátok, arra figyeljetek, hogy a kábelnek az a fele, amelyik fehér, az a bal oldalra essen, a fekete pedig a jobb oldalra. Ez nagyon fontos a bekötésnél. Illetve a sinnél, amelyik hosszabbik szál, az a fehér, a rövidebbik pedig a fekete lesz. Nos, első körben, mint látjátok, nekem ez a mozdony már fel van programozva, de azért megmutatom. Megnyomjátok a mód gombot, itt pedig ezen belül a 4-est, a programming menüpontot. Itt látjátok a különböző menüpontokat, mint például a mozdony címe, a különböző CV értékek állítása a programozó módba, illetve a normál módba. Én javaslom, hogy mindenképp a programozó módba használjátok. Itt pedig a mozdony kiolvasni úgy lehet, hogy megnyomjuk az 1-est, itt szintén megnyomjuk az 1-est, most kattogó hangot hallott a mozdony, jelenleg éppen olvassa, ki is írta, hogy a mozdony cím a 2. Ha ezt szeretnétek megváltoztatni, megnyomjátok a 2-est, illetve nem, bocsánat, baki, a 3-ast. Itt tudtok neki adni egy számot, most átnevezzük a 7-esre. Megnyomjátok a távirányítón az Enter billentyűzetet, és most megnyomjátok a 2-est. Most rá is tanított a 7-esnek, tehát hogyha megnyomjuk az 1-est, kiolvassuk, akkor elméletileg ugyanúgy marad a 7-es. Így van, meg is történt, kiírta, hogy olvasás oké, tehát megváltoztattuk a mozdonynak a címét. Aztán visszakilépünk, megnyomjuk szintén a 4-est, a programozó módot. Itt lehet CV értékeket állítani a mozdonynak. Ezt a 2-essel tudjátok megtenni. Ilyenkor megnyomjátok az 1-est a kívánt CV érték megváltoztatásához. Kezdjük például, azt mondja, hogy a gyorsulás, ez a CV3. Beírjuk, hogy CV3. Nyomunk egy Entert, most kiolvassa. A való érték, amire jelenleg állítva van a mozdony, ez 128. Ha ezt szeretnétek megváltoztatni, megnyomjátok a 2-est, ide beírjátok a kívánt számot, és átállítjuk 31-re. Nyomunk egy Entert, ki is írta, hogy program, oké. Tehát jelenleg ezt rá is programozta. Az összes kívánt állításnál ugyanígy beírjátok a kívánt CV értéket, akár melyiket beírjátok, és akkor ezt így tudjátok változtatni. Azt mondja, most kiléptünk. Ahhoz, hogy a mozdonnyal játszani tudjatok, az azt kell csinálni, hogy a programozó két vezetéket ki kell húzni magából a sín bekötőjéből. Óvatosan meg is tesszük, hogy ne érjenek össze a kábelek. Ugye normál esetben egy ilyen kábelt kaptak a készlethez, most ilyenkor ugye csavarhúzóval ki kéne csavarni és átcsavarozni a normál módnak a foglalatába. Itt szintén arra kell figyelni, hogy a fehér szál lesz a hosszú, a sin csatlakozónál, a rövid szál pedig, és hát a fekete pedig a rövid oldalra kerül. Amint ez megvan, azt mondja, hogy átállítottuk a mozdonyt a 7-esre, az most így meg is történt, kapcsolunk a mozdonynak a nullával egy világítást, világít is, tehát igazából sikerült a beállítás. Nyomunk neki egy 1-est, és szépen el is indul a mozdonyunk. Ebben a mozdonyban egy SU decoder van, amúgy egy Pico hobby modell, ezt elég nehéz volt beállítani, úgyhogy működjön, de azt majd a következő videóban megmutatom nektek. Úgyhogy csinálunk egy olyan videót, ahol bele is építjük újra a dekódert, hogy azt is lássátok, hogy hogyan kell.
Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett, iratkozzatok fel!